A mozgó lépcsőt több mint 100 éve találták fel. Először vidám parki látványosságként használták. Biztonsági okokból nem sokára mozgó korláttal is ellátták. Az első korlátokat még olajozott láncok hajtották, így az utasok keze bepiszkolódott. De az idő halad, nézzük meg, hogyan készül most. A korlát ugyanolyan sebességgel mozog, mint a lépcső, így biztonságos az utazás. A mozgó lépcső korlátjának elkészítéséhez egy extruder nevű gépbe műgumit adagolnak. A gép forgó csavarja átpréseli az anyagot egy alaksajtoló szerszámon. A berendezésből kikerülő 10-15 centi széles gumicsíkok egy hideg vízzel teli tartályba kerülnek, mivel a forró extruder egyébként megváltoztatná az anyag molekula szerkezetét. A csíkok ezután görgőkön haladnak át, amelyek a mechanikai mérőrendszer részei. A görgőn lévő kis műszer a gumi szélességét és vastagságát méri. Ez alatt egy vágógép kis kerek kései ugyanolyan széles csíkokra vágják fel a gumírozott pamutot, mint a gumicsíkok. Ezután egy mechanikus kihúzógép négy orsóról különféle anyagokat tekercsel le. Két gumírozott pamutcsíkot, egy extrudált műgumicsíkot és egy gumírozott kábelhúzalokból álló csíkot. Egy hatalmas acélgörgő összetapasztja őket, majd egy gép leszedi a műanyag kísérő szövetet a most már négy rétegű csíkról. Ezután a csík mindkét oldalára egy gumírozott szövetréteget és egy műgumi réteget tesznek. A gumicsík kivételével minden réteget egy U-alakú alumínium formázó szerszám köré illesztenek. A rétegek összeragadnak. Ezután ragasztó cementtel kenik be az oldalát és ráhajtják a műgumi réteget. Majd visszahajtják a peremet. És egy kézi hengerrel végig simítják a szélét. Ezzel ki is alakult a korlát formája, de még nem elég erős. Ezért egy formázó présbe teszik. Ezután egy acélidomot helyeznek a belsejébe, hogy megtartsa a formáját. A sablon felső része leereszkedik, és a korlát a nagy nyomás alatt 180 fokon összesül. 10-15 perc múlva a prés felemelkedik. Megtörtént tehát a kémiai reakció, a vulkanizáció. A rétegek egymásra simultak, a korlát most már kellően erős. Az utolsó lépés a felesleges anyag eltávolítása. Ez pedig a mozgó lépcsőkorlát legújabb gyártási technológiája. A kihúzógép részbe vonatú acélhúzalokat tekercsel le az orsókról. Hőrelágyuló uretánnal és poliészter szövettel együtt áthúzzák őket az extruderen. A berendezést egy műanyag bevonatú húzalokból és csúszó elemekből álló csík hagyja el. Egy műszer ennek is megméri a paramétereit. A műanyag korlát két darabját a végén összeillesztik, hogy egy végtelenített szalag jöjjön létre. A belső szövetvász húzaljait és műanyag csúszó elemeit összepréselik. Közben az illesztéshez forró levegőt fújnak, ami meglágyítja a műanyagot, így az könnyebben egybeolvad. Az egészet hőrelágyuló uretánnal takarják le. Az illesztéshez ezúttal is forró levegőt fújnak. Alkohollal megtisztítják. Egy présben egy vagy két perce ismét felmelegítik. Az illesztés összeolvad, majd a hideg vízben megkeményedik. Nincs tehát varrat, ahol a korlát elszakadhatna. Így készül tehát a mozgó lépcső korlátja. Vajon akkor is eszünkbe jut majd, ha éppen egy ilyen lépcsőn utazunk?